Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szentes Televízió keddi műsora jelentkezik. Ha kedd, akkor sportmagazinunkat láthatják a már hagyományos napi aktuál rovatunk után. Mai rovatunkban a Szabó Zoltán Ferenc polgármester sajtótájékoztatója mellett megmutatjuk még a Szépítsük meg Szentest elnevezésű szemétszedési akciót, illetve egy előadás ajánlót is láthatnak a Csongrádi Színtársulattól. Majd a sportmagazinunkban Csehúz Lászlóval beszélgetünk a nemrégiben átvett díja kapcsán. Hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk ma is. Én kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a keddi műsorunkhoz. A Szentes Televízió napi aktuálrovata jelentkezik, nézzünk bele a tartalomba. Sajtótájékoztatót tartott Szabó Zoltán Ferenc a Hungarikum fotó- és videófilm pályázattal kapcsolatban. Szemétszedési akciót szervezett az Ökoszentes Klub és Szentesváros önkormányzata, hogy megszépítsék a várost. A Csongrádi Színtársulat egy igazán nagyszabású és színvonalas előadással idézte fel a magyar forradalom és szabadságharc idejét Csongrádon, csak ajánlani tudjuk mindenkinek az előadást. Lássuk a részleteket! Sajtótájékoztatót tartott Szabó Zoltán Ferenc a Hungarikum fotó- és videófilm pályázattal kapcsolatban. A pályázatra szentesi kötődésű középiskolások jelentkezhetnek, 6 települési értéktárból választhatnak témát a pályázók, a nyeremények összértéke pedig meghaladja az 1 millió forintot. A pályaművek beadási határideje április 5-e, az eredményhirdetése pedig április 30-án kerül sor a Kossuth téren. Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Kedves lakosság, illetve tisztelt pályázók, javában tart már a 2022-ben meghirdetett, az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikum pályázat. Szeretném ennek a pontos számát beolvasni. Ez a HUNG 2022/94-15-ös pályázat, szentesi értéktár, avagy honlap, fotó és filmdokumentáció a fiatalok szemszögéből. Ezen a pályázaton városunk 3 millió 600 ezer forintot nyert, és ez a pályázat 100%-os intenzitású, tehát önerőt a városnak nem kellett hozzátenni. Volt már egy sajtótájékoztató ennek a pályázatnak az ismertetéséről, és ugye ez maga arról szól, hogy egy fotópályázatot és egy videópályázatot szeretnénk, és akkor már meghirdettünk a fiatalok részére. Viszont felmerült egy-két kérdés, amit érdemes tisztáznunk. Ugye akkori sajtótájékoztatónál elhangzott az, hogy szentesi középiskolás fiatalok pályázhatnak erre a pályázatra, és akkor az is elhangzott, hogy valóban értékes nyereményeket lehet nyerni ezen a fotó- és videópályázaton. Az értékes nyereményeket itt most már láthatják az asztalomon, illetve ezen a fotelen, és el is mondom pontosan, hogy a harmadik, második és első helyezettek valóban milyen nyereményeket fognak nyerni. Viszont a kérdés, amire a pályázók szeretnének választ kapni, az, hogy mit jelent ez, hogy szentesi középiskolások pályázhatnak. Alapvetően egyet jelent, csak valamilyen típusú szentesi kötődésnek kell lenni. Ez természetesen lehet az, hogy valaki mondjuk 9-es és 13-os osztály vonatkozásában szentesen tanul, és mondjuk ő konkrétan szentesi lakhellyel rendelkező polgár. Ez ugye azt jelenti, hogy a gimnáziumban vagy valamelyik egyéb más középiskolában tanul és szentesi. Lehet pályázni azoknak is, akik szentesi lakhelyűek, tehát szentesi emberek, viszont valamely más település középiskolájában tanulnak. Lehet pályázni azoknak is, akik nem szentesi lakhelyűek, viszont mondjuk a Ternei Béla kollégiumban laknak, így egy ideiglenes szentesi lakcímmel is rendelkeznek, illetve lehet pályázni nem szentesi lakhelyű diákoknak is, akik a szentesi gimnáziumban vagy egyéb más középiskolákban, technikumokban tanulnak, tehát gyakorlatilag nincsen
különösebb megkötés, amennyiben vagy a tanulmányok szentesre kötik, vagy pedig szentesi lakhellyel rendelkező fiatal, aki más településen tanul. Ez azt hiszem így most már teljesen érthető, tehát nem nincs leszűkítve konkrétan csak szentesiekre, ez a lehetőség viszont szentesi vonatkozásnak kell lennie. És akkor jöjjenek a díjak, amelyeket ezen a pályázaton lehet nyerni, és itt engedjék meg nekem, hogy pontosan nevezzem meg azokat a technikai eszközöket, amelyeket díjazásra kínálunk. A fotópályázat vonatkozásában a harmadik helyezett egy igen gyors 64 gigabájtos SD kártyával lesz gazdagabb. A második helyezett egy Canon fotónyomtatót kap, amely időtálló fényképet nyomtathat. Az első helyezett a fotópályázaton egy Nikon cserélhető objektíves, ha jól érzékelem a kez, MILC, MILC fényképezőgépet egy nagy látószögű zoom objektívvel nyer. Ez azt hiszem már egy valóban komoly nyeremény, hát az első helyezettnek természetesen jár is. A fotókból megvalósuló kiállításon lehetőség lesz egy közönségszavazatot is majd gyűjteni. A legtöbb szavazatot kapott kép szerzője egy Canon fotó nyomtatkót kap szintén. A videópályázat vonatkozásában a videópályázat harmadik helyezettje egy profi nagysebességű 64 GB-os SD kártyát kap, a második helyezett 1 terabájtos hordozható SSD tárolóegységet kap jutalmul, hát ez már 40-50 ezer forint értékű tárgynyeremény. Az első helyezett szintén egy Nikon Z30-as fényképezőgéppel gazdagodik, de ő már 2 darab objektívet kap jutalmul. Ez a gép egy 4K-s videó készítésére is alkalmas. A díjak összértéke, amelyeket felajánlunk a fotó és a videópályázat kapcsán, több mint 1 millió forint. Városunkban még nem volt olyan pályázat fiataloknak kiírva, ahol ez az érték 1 millió forint fölé rúgott volna. Volt még egy érdeklődés a kapcsán, hogy ha a fiatal elakad a pályázat tekintetében, akár a fotópályázat, akár a videópályázat tekintetében, akkor tudunk-e mi segítséget nyújtani? Igen, tudunk segítséget nyújtani. Vágvölgyi Zoltán, a Szentesvárosi Könyvtár igazgató helyettese és egyben a könyvtár helytörténettel foglalkozó munkatársa a videófilm készítést választók segítségére lehet a forráskeresésben, tehát bátran és nagy bizalommal keressék a könyvtárban Vágvölgyi Zoltánt, aki segít a videók kapcsán. Vidovics Ferenc pedig a fotó és videókészítésben is tud tanácsot adni. Az ő elérhetőségeik mind megtalálhatók a Szentesi Értéktár oldalán, a www.szentesiértéktar.hu címen, vagy pedig természetesen itt nálunk a titkárságon is érdeklődhetnek a két úriember elérhetőségével kapcsolatban, vagy pedig a könyvtárban is. A beérkezett pályaművek vonatkozásában április 24-e és 30-a között lesznek megtekinthetők a Tokácsli galériában, és ott lesz lehetőség majd a közönség szavazatok leadására is. Nem sokára tartunk majd egy sajtótájékoztatót a Szentes Nap és Szentes Napok vonatkozásában, amit majd április 28, 29, 30 és még egy kis május 1-i napokon fogunk megtartani. Kapcsolódik ez a Hungarikum pályázat is a Szentes Napok programjához, és a díjak konkrétan az első, második és a harmadik helyezetteknek április 30-án a Kossuth téren nagy nyilvánosság előtt kerülnek átadásra. Úgyhogy ezen túl is, és a mai napon is biztatnám a Szenteshez kapcsolódó, bármilyen módon a városunkhoz kapcsolódó diákokat, középiskolai diákokat, hogy vegyenek részt a fotópályázaton és a Hungarikum videópályázaton,
mert ezeket a nyereményeket kaphatják meg egy elfogadott jó és a zsűri által méltó munkának, illetve a közönség szavazat kapcsán is komoly tárnyeremény van. Biztatnám újra a fiatalokat, hogy ezen vegyenek részt. Érdemes mindannyiunk szempontjából, legfőképpen az, ami a Hungarikum pályázat kapcsán azért megfogalmazódott minden településen, így Szentesvárosában is, szeretnénk a fiatalok identitását növelni, és azt hiszük, hogy egy fotópályázat és egy videópályázat ennek elkészítése hozzájárul ehhez az eredeti célhoz is. Személygyűjtési akciót szervezett Szépítsük meg Szentest címmel az Ökoszentes Klub és Szentesváros önkormányzata, amelyhez több iskola és intézmény is csatlakozott. A program célja, hogy a város tiszta és rendezett legyen, ezért volt nagy öröm a szervezőknek, hogy ilyen sokan csatlakoztak ehhez a nemes ügyhöz. Agócs Lászlóné, Szabozatán Ferenc polgármester is kiemelte, hogy nagy örömükre idén jóval kevesebb szemetet szedtek össze, mint az elmúlt években. Így nyomon követhető, hogy a program sikeres, és biztos, hogy a továbbiakban is folytatni fogják. Ez a második alkalom, hogy Szépítsük meg Szentes címmel egy szemétszedési akciót tervezünk tavasszal, hiszen ősszel az más néven fut, és a Földünk napjával kapcsolatos az október 21-ével. Most így, ahogy már a tavasz elkezdődött, de még a fűnyírások ugye a városban nem kezdődtek el, vagy csak kisebb mértékben, szeretnénk megtisztítani a pázsitokat, hogy a gépekben ne akadjanak bele a műanyagflakonok, vagy esetleg a fém dobozok. Hogy 3 évvel ezelőtt kezdődött, ugye akkor tulajdonképpen Mészárosné Surányi Olgával szedtük itt, és még 4-en a Kurcaparton a szemetet, utána újra egy covidos lezárás volt, de akkor eldöntöttük, hogy valamit folytatni kellene tovább, és hogy azért a várost tisztítani, hiszen azért nagyon sokan eldobják a szemetet. Ekkor jött az ötlet október 21-ére, ott iskolákat szólítottunk meg, illetve városi szemétszedés volt. Azután pedig a tavaszi, Szépítsük meg Szentest, és akkor ezt így folytatgatjuk. Úgy gondolom, hogy addig, amíg van érdeklődő. Hogy mennyi érdeklődő volt, nagyon jó a szívemnek és a lelkemnek, hogy az iskolák közül 7 jelentkeztek, illetve az intézmények közül pedig 9 a városi intézmények közül, illetve még tegnap Magyar Tésen is gyűjtöttek szemetet. Nagyon sok szemét gyűlt össze, különböző képeket kapok, és hát remélem majd a sajtó is, hiszen már a mozaikon láttunk egy párat. A cél, mi a cél ugye mindig? Nyilván egyrészt, hogy a környezetünket meg tudjuk szépíteni, hogy ne a flakonokat lássuk össze-vissza, viszont a gyerekeknél pedig az a cél, hogy részt vegyenek egy ilyen programba, és ugye a környezettudatosan viselkedjenek, ne dobálják el a szemetet. Nyilván egy elsős kisgyerek, amikor szedi a szemetet, és morgolódik, hogy miért dobják el, az már nekünk egy pozitív dolog, és reméljük, hogy ez a gyermek nem fog utána majd, ha csak el nem kutyul, ugye idézőjel bezárva, eldobálni a szemetet, hiszen tudja, hogy azért mások után nagyon nehéz lehajolni, és nyilván összeszedni ezeket az eldobált csikkeket, szemetet. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idősek klubjai, mind a 3 idősebb klubja, vagy a hajléktalan segítő központ is benevezett ebbe. A művelődési ház munkatársai szedték itt a szemetet a környéken, hiszen ez is egy frekventált helyen van, de teljességigénye nélkül, tehát hogy mindenki idős, fiatal benne volt ebben a mozgalomban. A legmeghatóbb kép egyébként én, amit eddig kaptam, a gondozási központból volt, amikor egy kerekes székes
személy is ott volt a személyszedésen, és tartotta a zsákot tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy példa lehet. Időseink is benne vannak ebbe a szépítésbe, hiszen érzik azt, hogy mennyire fontos a város a mi szívünknek, lelkünknek. Örökké bízni fogok az emberekben, tehát nagyon optimista a hozzáállásom. Ehhez kevésbé sikerült az időjárásba bíznom a mai napon. Ugye tegnap tényleg gyönyörű 23-24 fok volt, láttam én is akár a gondozási központ munkatársait, a hajléktalan segítőközpont, a parkerdő, a boros diákjait, közel 800 diák szedte tegnap a szemetet az intézmények körül, és nagyon jó volt azt látni. Meg is köszöntem, akinek csak bírtam, így a város nevében ezt a kis összefogást, illetve nem is olyan kis összefogást, és hogy majd ugye ma szombaton folytatjuk 10 órakor, már így az önkormányzat és az ökösztentes közös szervezésében. Aztán én kértem 8 órakor, mivel az időjárás előrejelzés azt mutatott, hogy délig elég jó eső lesz, hogy tegyük el délután 2-ig. Na most természetszerűleg ugye Murphy dolgozott, és 10 órától egyáltalán nem volt semmilyen eső. Viszont délután 2-kor, hogy nekiálltunk, kétszer úgy elkezdett szakadni, hogy itt a Csongrádi úton először a Delelőhöz húzottunk be, úgy is tűnt, hogy talán csak odáig mentünk a mai napon, majd később itt a fák, a vastag törzsűfák törzs árnyékába húzottunk be, aztán hál' Istennek csak is ütött a nap, és végig mentünk egészen a parkcenterig, és mindkét oldalán itt a Csongrádi útnak, amit csak találtunk, össze tudtunk szedni. Igen, a bizodalmam azért van meg az emberek iránt, mert hogy azok a gyerekek, akik szedik a szemetet, azok a pedagógusok, akik el is mondják ezt nekik, és kiviszik őket terepre, ők már nem fognak szemetelni. Biztos vagyok benne, hogy amelyik fiatal lenyúl egy-két szemétér, és eszébe jut az, hogy ennek nem kellene itt lenni, ő már nem fogja eldobni fiatal meg későbbi élete során a szemetet a természetbe, és ez nagyon jó. Amit ma tapasztaltunk, az konkrétan az tavaly itt a Csongrádi úton nagyon sok zsák szemetet szedtünk össze, tényleg mindenféle fajta hulladék volt a fűben és a fák tövén. Ez jóval leredukálódott erre az évre. Hosszú szakaszokat tudtunk úgy megtenni, hogy igazából mondjuk cigaretta, csík és enyhébb műanyag papírokon kívül nem találtunk mást. Vannak notórius szemetelők, és remélem, hogy tudok esetleg innen is üzenni nekik. Két olyan helyet találtunk, egyik itt a Hegedűs Lajos utca kereszteződésében, ahol ott van egy nagy feszültségű elektromos berendezés, egy nagy fémkaró, ott legalább én kiszedtem 4-5 ilyen vermutos üveget, meg ilyesmiket, illetve egy másik helyen ilyen 3 decis vodkás üvegek tömkelege, avval tavaly is találkoztunk egyébként. Jó lenne, hogyha az a szemetelő, aki miután elfogyasztotta ezt az alkoholt, nem megpróbálna esetleg elvinni egy kicsit arrébb, és a vannak szelektív kukák Szentesen, és ezeket az üveget gyönyörű szépen el lehet helyezni. Úgy látom, hogy egy-két ilyen notórius szemetelő megmarad. Gondolkodunk sok mindenben a városban, természetesen mobil kamerák elhelyezésében is. Adott esetben lehet, hogy ez a környék is egyszer majd kap ilyet, és szeretnék valóban innen üzenni, hogy ezt a tevékenységét fejezze már be, összeszedjük biztos jövőre is, de hát, ha eljut hozzá ez az információ, hogy ne dobálja el ezeket az üvegeket, mindig ugyanazokon a helyeken találjuk meg, tehát konkrét személyekről lehet szó, de egyébként azt mondhatom el, és ez nagyon pozitív, például a lengyel emlékmű környékét is átnéztük, gyakorlatilag nem találtunk szemetet,
ez nagyon jól esett és nagyon pozitív volt, illetve az okőszentes vezetősége és tagjai azt is el tudták mondani, hogy idén a Kurcaparton is kevesebb szemét volt. Mondjuk köszönhető ezt gondolom annak is, hogy a Gerecelemi Sporthorgász Egyesület is az elmúlt héten tartott egy szemétszedést. Ők azért előbányáztak, hogy láttam a terrautó platóján komoly abron, gumiabroncsokat is, de én mindösszességében azt látom, hogy az elmúlt években, évtizedikben javult ez a kérdéskör. Emlékszem a 80-as, 90-es évekre, amikor még az autó ablakok letekerve, még autókból is szálltak ki szemetek, mindenféle fajta, és az utak széle nagyon rosszul nézett ki. Most azért úgy érzem, akár itt a városon belül, remélem majd a városon kívül is, mert ott is megvannak azok a helyek, hogy most egyet említsek, ugye, ahogy Magyart és Nagytőke felé megyünk, a Hékédi kiképző, a honvédségi terület sarkán, ahol van az a kis behajtóág, amit most szeretnénk felújítani, és ez majd egy új hír lesz, és azt hiszem, egy nagyon pozitív közlekedési ügy lesz a városban, de annak a tövét rendszeresen hordják tele szeméttel. Én megmondtam, én csak egyszer fogom meglátni, valóban videóra fogom venni, és nem fog semmilyen olyan jogot betartani, ami valakinek az adatvédelme, vagy valakinek a személyisége joga lesz. Én csak egyszer lássam meg azt, hogy ott valaki konkrétan pakolja ki a szemetet, ő nagy nyilvánosságot fog kapni. Nem öröm, hogy sokan, vagy néhányan kihordják a szemetet, viszont annál nagyobb öröm az, hogyha itt a városban minél kevesebb munkája van annak a 6-800 ezer embernek, aki évente részt vesz ebben a nagy tavaszi szemétszedésben. Ennek persze lesz folytatása majd ősszel is. A cél végül is az, mert itt kicsit panaszkodtunk az elején, hogy az üres zsákokkal jól elázva, mert miért ne akkor szedjünk szemetet, amikor jól esik. Nem nagyon találunk semmit, de végül is a lényege ez lenne, hogy évről évre egyre kevesebb szemetet tudhassunk mi begyűjteni. A Magyar Kultúra Napja és Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából a Csongrádi Színtársulat az 1848-49-es forradalom idejét idézte fel a költő verseiből készült dramatikus előadással. Az előadást bátran tudjuk ajánlani, hiszen a színtársulat célja az, hogy minél több helyen bemutassa ezt az igazán színvonalas előadást. Ezért készítettük el ezt a kis ajánlót, hogy mindenki megismerje a Csongrádi Színtársulatnak a munkáját. Petőfi bicentenárium alkalmából a Csongrádi Színtársulat egy nagyon szép előadással készült. Milyen élete lesz ennek? Nagyon remélem, hogy lesz utóélete ennek az előadásnak, mert igazándiból olyan boldogság volt vele foglalkozni mindannyiunknak. Úgy gondoltuk, hogy Petőfi előtti tiszteletünket ezzel a műsorral szeretnénk kifejezni. A majd minden rabszolganép, jármát megunva síkra ép, és pirosló arccal, és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval, világszabadság! Azt szerettük volna, hogyha a minél több emberhez eljut Petőfi üzenete, a remény, és én azt gondolom, hogy egy ilyen hatalmas költőt egész évben lehet ünnepelni, úgyhogy szerettük volna, hogy nem csak a kultúra napján szerepeljen a társulat, hanem minél több helyre el tudjuk vinni ezt a darabot. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Arra gondoltunk, hogy megismertetjük az embereket Petőfi költészetével. Igaz, hogy egész évben aktuális, de most a születésnapjához és a kultúra napjához közel még aktuálisabb. Úgyhogy mi nagyon szívesen elmegyünk azokra a helyekre, ahova esetleg meghívnak bennünket, és elviszük ezt az előadást. Petőfi visszatér.
Kedves nézőink, ezzel napi aktuálrovatunk végére értünk. A reklámok után a sportmagazinunkkal várjuk vissza Önöket. Maradjanak még velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Érdemes közösségi közlekedésre váltani 2023 májusától. Ekkor vezetik be ugyanis a buszra és vasútra egyaránt érvényes vármegye és országbérleteket. A bérletekkel a MÁVSTART, a Volánbusz, a MÁVHÉV és a Gyesev járataira lehet majd felszállni. A vármegye bérlettel az adott vármegye határáig utazhatunk buszon és vasúton. Az országos bérlettel pedig akár Magyarország teljes területét bejárhatjuk. A bérletekkel jelentősen csökkennek a családok közlekedési kiadásai, olcsóbban lehet iskolába, munkába járni vagy kirándulni. Ráadásul a környezetbarát közlekedést is támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. A családokat támogató intézkedések 2023-tól tovább bővültek. Családi adókedvezmény, babaváró támogatás, gyermekgondozási díj. A sor januártól új adókedvezménnyel bővült. A gyermeket vállaló 30 év alatti anyáknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ők nem csak az új SZIA mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra is. Az SZIA mentesség a CSED, a GYED és a diplomás GYED összegére is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat is magasabb összegben kaphatják készhez a fiatal anyák. Magyarországon minden évben újabb döntések születnek, amelyek a családokat támogatják. A műsorszám támogatója Magyarország kormánya. Ez már a Szentes Televízió sportmagazinja, mai magazinunk tartalmából. A nemrégiben átvett megyei díja kapcsán beszélgettünk Csehúz Lászlóval, akit így talán még jobban megismerhettünk, és most jöjjenek a részletek. Egy hosszabb interjút kész... Csehúz László tanár úr, Lacikám, vagy ahogy tetszik.
Így vagy úgy, de mindenki ismeri az olimpia járó szentesi sportembert, aki mostantól számos elismerése mellett a Csongrád Csanád vármegye sportjáért és ifjúságáért díjjal is büszkélkedhet. 5 kontinens, 7 olimpia, és jövőre jön a 8., mármint olyan világjáték, amelyre Laci kerékpárra jut el. És közeleg egy másik nevezetes dátum is, mégpedig a 8. X, vagyis mindezt 80 évesen. Ez egy új kerékpár, azt mondod, mert miért is kellett neked újat venni? Igen, új kerékpár, mert 3 éve volt egy balesetem, hát majdnem meghaltam, 38 napig voltam kórházban, és amikor kórházban voltam, addig pécelék összegyűjtöttek nekem egy újságíró segítségével 521 000 forintot, amiben megtudtam én ezt a kerékpárt, de úgy, hogy föl tudtam szerelni hátsó utazótáskákkal, első utazótáskákkal, kormánytáskával, kilométerórával, kis pumpával, világítással. Másik 3 darabra tölt, azt egyszer ki lehetett dobni. Egy motor ott, ahol 30 kilométeres sebességkorlátozó tábla volt, elütött engem 65-75 km sebesség egy nagy Ducati motor. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint én 6 métert repültem üszkézés után, az orrom tört be, majdnem megoperáltak medencetöréssel, meg szétnyílt szeméremcsonttal. Szerencsémre nem, mert kiderült, hogy ez nem történt meg. Komoly zúdulásaim voltak, tele voltam kék-zöld fottal. 5-ször voltam balesetem, elütöttek Magyarországon 2-szer, elütöttek egyszer Olaszországba, elütöttek Ausztráliába, és meg elütöttek Fehérvár előtt valamivel. Barcelona, Spanyolország, Atlanta, Amerika, Sydney, Ausztrália, Athén, Görögország, Peking, Kína, London, Anglia, és Rio de Janeiro, Brazília. És odafér majd még Párizs? Hát itt van hely. Itt van, igen. Mérnök nagyapjáról utcát neveztek el Szentesen, ő pedagógusként dolgozott évtizedeken át, előbb Szentesen, majd tett egy péceli kitérőt, hogy néhány hónapja aztán szerinte végleg hazatérjen. A megyei önkormányzat elismerése meglepetésként érte, de egy pillanatra sem zökkentette ki. Elővette a szép zakót, megköszönte, ahogy illik, és tekert tovább, mert ahogy fogalmazott, neki mindig van valami dolga. Laci, azt mondtad az előbb, hogy te nem szeretsz sehonnan késni, úgyhogy 10 óra helyett inkább 10:45-re beszéljük meg a találkozót. Igen. Miért van ez? Mindenben ilyen akkurátus vagy? Máriában, úszóedzőként kezdtem először. Mindig reggel találkoztunk gyerekekkel, most a gyári időszakról mondom, és akkor született a lányom. Éjfél után 1:30-val, és a jó barátom, az a nőgyógyász eljött hozzánk, ott beszélgetünk reggel 4 óráig, még ittunk is valamit, ünnepeltük a lányom születését. De hát jönni kellett reggel, de a gyerekek tudták azt, hogy én a kórházban vagyok már, és hogyha nem jövök, akkor valószínűleg azért, mert a lányom megszületik, és emlékszem arra, hogy jöttem lefelé, és a gyerekek rohantak már velem szembe, mondta az örömhírt, és ekkor késtem 15 órát. A másik alkalommal meg beültem a fogorvosi székbe, hát tudtam, hogy tanítási órára kell mennem, és akkor mondva elnézést, már órán van mindjárt, tehát innen föl nem kellek, még nem végeztek. És elkéstem a gimnázium óráról. De akkor tulajdonképpen azt csináltuk az osztállyal, hogy akkor mivel én elkéstem most, nektek jogotok van egyszer nem jönni órára. És most honnan jössz egyébként? Mert hogy itt ülünk a ligetbe egy padon, azt mondtad, itt találkozzunk a úszodánál, mert most sem tudtál elszakadni az úszodától. Igen, úszó tanfolyamot tart a óvodásoknál, nem egyedül, én besegítőként dolgozom náluk, 3 csoporttal dolgozom jelenleg, és délután meg van egy rekreációs úszócsoportom, akik nem akarnak úszók lenni, a szülő se akarja, de a szülő szereti, a gyerek mozogjon, sportolja valamit. És így járnak hozzám gyerekek, változó létszámmal 5-től 18-ig körülbelül így van. Ez így van egész évben. Hallgattam veled egy interjút, amiben elmondtad, hogy tulajdonképpen neked a sport, ez egészen kicsikorodtól kezdve jött, és nem csak az úszás, meg nem csak a kerékpározás, hanem gyakorlatilag mindent kipróbáltál, amit akkor itt lehetett Szentesen. Mit lehetett akkor itt Szentesen, és most melyik évtizedről beszélünk konkrétan? 50-es évekről beszéljünk. Hát azzal kezdve 52-ben a helyzék olimpi idején én 8 éves voltam, és apukával együtt hallgattuk az olimpi eseményeket. Ekkor fogott meg engem azt, hogy a sport egy ilyen különleges világ. Ettől kezdve én szerettem a sportot. Mindent, amit tényleg lehet, ezt Szentesen kipróbáltam. Először is megtanultam úszni.
később lettem vízilabdás, és nem magas szinten, de játszottam egy ifjú csapatban. Teniszpálya itt alkult, itt volt nem olyan, tőlünk nem messze a játszótér mellett, ami jelenleg már nem üzemel. Még részt vettem a pálya építésbe is akkor. Itt kezdtem el teniszezni, aztán átmentünk a nagy pályára teniszezni. Lementem futballozni a Kinizsihez, ezt is csináltam. Akkor télen nyilván korcsolyáztunk, mert volt akkor még tél, befagyott a kurca, meg antartó kint a város szélén. Tudtunk korcsolyázni, szánkoztunk, úgyhogy szánok közlekedtek a városba. Akkor mit mondjak még? Iskola, gimnáziumi koromban nyilván benne volt a futballcsapatban, a kézicsapatban, a röplabdacsapatban. Akkor indultunk háromtusa versenyen, országbajnokságot nyertünk a Szentesi Gimnázium csapatával, akkor úszás, futás és vívás volt. Egyértelmű volt, hogy a TF-re mész? Nem volt egyértelmű, azért, mert volt egy könyv, amit elolvastam, az Orvosi Kés. 15 éves, 16 éves voltam, anyukámtól tanultam a könyvet, sebészetről szólt. Nagyon megtetszett, úgyhogy harmadik gimista korom óta kimentem a kórházba, fölvettek nyilván nem fizetését, csak gyakorlatként a laboratóriumba, és átjártam rendszeresen a korbonztalra. Jártam boncolásokat, láttam 5 hónapos gyerek boncolását, láttam a harmadik tanítónak a boncolását, és az úgy tetszett nekem. És volt egy időszak, mikor TF-en megsérültem. És azt mondták, ezzel a gerinccel nem tudom elvégezni a TF-et. Csak eljártam orvosi előkészítőre, na akkor visszatérek arra a pályára, amit eredetileg szerettem volna csinálni. De végül kimentem egy szlovákiai csontkovácshoz, az rendbe tette a derekamat, és el tudtam végezni végül a TF-et. Dolgoztam 8 évig, mint úszóedző, dolgoztam 8 évig a Hékéd iskolában, Damjanicsban, utána voltam a gimnáziumban, több ciklusban is. Akkor sportcsarnok vezetője lehettem, hogy szép időszak volt, szomorúan láttam azt. Éppen jöttem haza Pestről, amikor láttam, hogy ég a sportcsarnok. Rossz volt nézni. Én voltam az első vezetője. Sajnálom, hogy így tönkre ment. Na és aztán mégiscsak Pécerre kerültél. De miért is? Hát azért kerültem Pécerre, mert 20-valahány helyre pályáztam. Hátra fölvesznek valóban tanárként, nehéz lett volna elhelyezkedni. Szentesen nem volt lehetőséged? Szerintem egy hely lett volna, sőt volt, hogy azt mondja, majd meglátjuk. Volt, aki azt mondta, hogy na majd meglátjuk. Azóta is meglátjuk, nem is válaszoltak rá. Tehát több ilyen hely volt Szentesen is, hogy jelentkeztem, hát a szükség volna rám. Egyrészt leírtak, mert nyugdíjas vagyok, öreg ember vagyok, mit akarok én csinálni. Ugye ez elég szomorúan érintett engem, és mondom, én dolgozni akarok valahogy. És így pályáztam rengeteg helyre, és végül Pécer befogadott. Egy beszélgetés után megbeszéltük azt, hogy mi volna az én elképzelésem, hogy mik szeretnének, milyen fizetésigényem volt, kiderült, hogy a fizetésigényem nem olyan magas, és a megbeszélés után néhány nappal elkezdtem a munkát Pécseren. Ott is nyári táborokat szerveztem, egész nyáron gyerekekkel voltam, vásároltam kis medencét, úszni tanítottam őket, pingpongasztalt vettünk a gyerekeknek. Téged nagyon megszerettek Pécseren. Jól igen. Gondolom? Igen, szerintem megszerettek, így van. Ma is normális kapcsolatom van velük. Múltkor elmentem még, mert utoljára egy iskolába dolgoztam katolikusoknál. Onnan jöttem el végül de Szentesre, és nem olyan régen, 2 hónapja fölmentem Pestre, kimentem az iskolába, gyerekenek kiabáltam, szület volt, körbevettek 30 kisgyerek, nyilván főleg a kisebbek. Lát, örömmel fogadtak, beszélgettem a kollégákkal, írogatunk néha egymásnak, a polgármesterrel is, a jelenlegével, a régivel is, van így beszélgető programunk néha-néha. Ígértem, hogy megyek tavasszal megint Pécserre, meglátogatok mindenkit, a benzinkutat meglátogatok, mindig kávéztam. A dohányboltot is, nem cigarettát vásároltam, ott is néha újságot vettem, vagy kávéztam, akkor volt egy presszó, akkor oda beültem néha. Akkor volt egy édességbolt, ahol gyerekeknek mindenki az ajándék cukrot, most is van egy csomó cukron, mint azt csináljuk gyerekekkel edzés után, hogy aki edzés után nem kötelező, aki meg Google 40-es szépen, az kap egy szemcukrot, és a gyerekek kisebbek pláne mindig állandóan googolok, úgyhogy menni kell megint Pécserre cukrot venni ebből a fajtából, mert lassan el fog fogyni. Miért jöttél vissza Pécerről, és mikor?
Hát ennek az a háttere, hogy az anyukám lakása húgoméké lett. Mert anyukám segített nekem a szentesi lakása második, hogy Pest leköltött, együtt laktunk sokáig. És akkor a húgom kiadta albéletbe. És eléggé lelakták az albéletet, mondom a húgomnak, hát te se vagy már gyerek, most kiadod albéletbe, hogy fogod visszakezni a lakást, nem kéne inkább eladni. És a húgom inkább, de igazad van, meghirdett a lakást. Elmondtam a lányomnak, apu, van egy ötletem, vegyük meg a lakást együtt. Mi vagyunk a fő finanszírozók, én kaptam a baleset után kártérítést, azt hozzáadtam, meg nyugdíj mellett dolgoztam, ott is forroltam valamennyit, és még együtt megvettük anyukám lakását a húgomtól, teljesen felújítottam, de húgomék a tulajdonosok, én meg használom a lakást, amíg élek. Így jöttem végül, ez volt a fő jog, hogy Szentesre jöttem, nem azért, mert pénzszerűen bármi problémám lett volna. Az előbb már emlegetted, hogy visszatekintesz az életedre. Hogyha tényleg visszatekintesz, akkor az olimpiákra vagy a büszkébb, vagy inkább minden másra, amit mondjuk a gyerekekkel kapcsolatban igen, éltél azért, meg? Azért jó, hogy mondod, mert kaptam ezt a megyei kitüntetést. Nekem ez is furcsa volt, mert csak az olimpiát emelték ki. Én úgy érzem, hogy az egész életutam, az általiskolai tanítás, a sportcsarnoki munkám, uszodai munkám, a gimnáziumi munkám szerintem igazából nem igen vallottam szégyen, szerintem sehol se. Szerettem mindegyiket, és én azt hittem, hogy ez egy inkább egy ilyen nem olimpia utakról szól majd a kitünteti elismerés, hanem az egész életpályámról. Nem baj, persze, így is nagyon jó esett. Pláne most jöttem vissza, és már rögtön megye ide figyelt erre, na hát akkor. Mert az érdekes, az első olimpia után elismerés volt a megye részéről, míg a lányommal mentünk. Az ő szokatlan volt, de később szépen megszokták. Volt az olimpia után, hogy velem a Csongrád megyei média nem is állt szóba. Szentesen se. Nagyon beszélgettünk egyik olimpiáról, mert megszokták, azért az őrült Csehusz, jön az olimpia, akkor nyilván megy, az a természetes. Veled kapcsolatban, amikor gondolkoztam azon, hogy milyen kérdéseket fogok neked föltenni, akkor az első, ami eszembe jutott, az az volt, hogy azt feltétlenül kérdezzem meg, hogy lehet-e az ember proféta a saját hazájában? Hát erre nehéz válaszolni. Nehéz. De a kérdés jogos? Igen. Mert akkor azt elmondom. Nyilván nekem nagyon rosszul esett az, hogy Szentes, azt mondom, leírt engem, mikor elmentem Pécerre. Tényleg minden. Én voltam segédmunkás a Le Grandnál. Megkértem támogatást olimpiára, azt mondták, nem mondok, nincsenek abban a helyzetben. Mondom, akkor vegyetek föl segédmunkásnak. Én visznek szántam majdnem. Jó, menjek. És dolgoztam fél évig ott is. Tehát voltam vízieszközkölcsönző, voltam úszodafelügyelő, voltam nyári táborvezető, hogy valamit csinálni akartam minden áron, valamit, mert egyszer nem bírtam elviselni azt, hogy ne legyen semmi tevékenységem. Nyilván rosszul esett az, hogy azt mondtam, Szentes nyilván, mint nyugdíjas ember, azt mondták, nyugodjon, üljön a fenekén, maradjon csendben, van nyugdíja, nem kell dolgozni, milyen jó sorsa van, de én ezt nem tudtam elviselni. Nyilván rossz érzés volt. Sokáig nem is szívesen gondoltam vissza Szentesre, nagyon ritkán jártam vissza. Mondom, meg kell szokni az új helyet, nehezen megszerettek ott. Azt mondom, visszalagy gyorsan, de megszerettek, jó éreztem magamat. De azért jó volt visszamenni, ezt ne vágjátok ki. Azért részben, igen, részben komolyan mondom, visszajöttem Szentesre meghalni. Ezt tényleg komolyan gondolom. Az embernek valamikor meg kell halni, nem szeretnék még most, de az ember azért ott halljon már meg, ahol ideje, legtöbb évét töltötte annak idején. Még az is eszembe jutott veled kapcsolatban, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy elmentél ezekre az olimpiákra, az egyiket kivéve ugye egyedül csináltad végig. Nem magányos olyankor az ember? Na most azt szerintem más is tudja, hogy nem vagyok egy könnyen kezelhető ember. Tehát abban is megnyilvánul, hogy én, amit valamit elhatározok, azt meg kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy antiszociális vagy, vagy a kitűzött nem. Cél felé minden nem. Áron eljutsz? Minden áron, persze, végig kell csinálnom valamit. Tehát nem létezik az, hogy én elindulok, aztán mondjuk valaki azt mondja, hogy megjön velem, hogy olyan szép a tenger, menjünk le. Mondom, nem lehet, hát még mennünk kell tovább. Lányommal is ment, a lányom ezt elfogadta, nem is vágyott arra. Volt, hogy megálltunk Plátyadáról, Franciaországba, egy napig pihentünk.
maradjunk még. Azt mondta, lányos, menjünk tovább. Mert jövőbe is az, hogy el kell mennünk, nem látunk semmit az olimpiából. Megérkeztünk a megnyitó napja előtt egy nappal, kinn aludtunk valahol a város szélén, vadkempingeztünk, bementünk a városba, fölmentünk a dombtetőre, az olimpiát megnyitót rendezték, és kívül több tízer emberrel kívülről hallgattuk a megnyitót, ha meg kihallatszott, nem sok minden. Éjfélkor elindultunk szépen visszafele. Barcelonától azt mondta, hogy Atlantába el kell menni. A lányom akkor már elment, babysitter volt Svájcban, aztán főiskolás lett, szerelmes lett, kész. Én azt mondom, másra nem megyek el. Mert mondtam azt, hogy nehéz ember vagyok. Tehát elhatároz az, hogy reggel fél hétkor indulni kell, akkor el kell indulni fél hétkor. Csináltam ilyet például az atlantai amerikai út alatt, hogy addig nincsen reggeli, míg 50 kilométert nem tettem meg. Már hogy magadnak nincsen reggeli? Nekem, persze, igen. Először mennék 50 kilométert, utána lehet reggelizni. Előtte nem, fél hétkor föl kell kelni mindenféleképpen. Ha bicikliztem este 10 óráig, akkor is reggel fél hétkor föl kellett kelni és el kellett indulni. Akkor ilyet kitaláltam magamnak, hogy megtettünk a lányommal 160 kilométert napi átlagba. Legyen a napi átlag Atlantába több, lehet 194 kilométer. Jött Ausztrália. Legyen még több napi átlagban, volt 214 összkilométer, megint több volt. Jött utána Atén, hát mondjuk közel volt, de valamit csúcsot döntsek meg. Megtettem napi átlagban 231 kilométert, kegyetlen volt, legnagyobb szenvedés volt, de hát ebben is egy csúcsot döntöttem. Jött a Pekingi olimpia. Hát ott nem lehet a napi kilométer, nem tudom, már 2.31-nél följebb, mert csak idősebb vagyok. Na, de az összkilométer 11.428 kilométer volt, legtöbb, mint eddig. Utána már csak olyan célom volt, hogy összkilométer legyen meg 5.000 kilométer. Ezért kerülővel mentem Londonba, de kerülővel mentem Athénbe is. Miért van az, hogy neked mindig überelni kell önmagadat? Gondolkoztál már ezen? Nem tudom, én így... Így ismerem el saját magamat, mondjuk, hogy kicsit többet tettem meg. Most nyilván nagyon fontos lenne az, hogy 8. olimpia 8 évesen, hát olyan jó hangzik az. Most, hogy tényleg őszintén magadban nézel, akkor miért csinálod ezt? Miért van az, hogy te sosem állsz meg? De most őszintén. Először is hiszem abban, hogy 79-es elmúltam, de jelentős betegségem nem volt. Nem tudom, mikor volt a utoljára, például influenzás. Nem is emlékszem rá. Biztos, hogy ez is tart, hogy az is hajtom magamat, hogy szeretnék minél tovább egészségesen élni. Én mióta, majdnem 50 éve, hát nem, 45 éve nem ittam alkoholtartalmú italt. Diákkoromban néha cigarettázgattam, de igazából nem voltam nagy dohányos soha. Nyilván TF-től kezdve már ez szóba se kerülhetett, de én nekem csak azt tetszett, hogy látom a füstöt. Én nem éreztem azt, hogy nikotin éhségem lett volna. Mondom, én nem tudom, 30 éves koromban szívtam utoljára egy cigarettát egy éjszakai buliba, aztán Mátraházán voltam, még egyedülállóként ott nyaraltam, mondom, most szállítom, megmérgezem magamat. Egész éjjel cigarettáztam, és reggel 4-kor vége volt a bulinak, reggel 6-kor indultam vissza Pestre. Undorodtam saját magamtól, büdös voltam, én is büdös volt mindenem, két, soha többet egy slukkot nem szívtam. Én nem hiszem azt, hogy ő leleszokt a cigarettára, hogy majd szívtam 26 hónap, 18 hónap, szép lassan. Azt szerintem csak úgy lehet, hogy kész, vége, nincs tovább. Érezted már azt az életed során, amikor elértél egy nagyon-nagyon nagy eredményt, hogy magadra maradtál vele, a dicsőséggel? Hát igen. Ausztráliába jöttem haza. Olyan szép ünnepséget tartottak nekem a Mihály Béláék, a zenekarral kijöttek a ház elé. Nagy ünnepség volt, nagyon sok ember volt. És jöttem haza Ausztráliába, a harmadik, egyen későbbi olimpián, és már majdnem elsírtam magamat, hogy jöttem be a városban, úristen, mennyien fognak engem fogadni? Nem mondtam meg a nevét, valaki meg volt bízva, hogy szervező fogadásomat. Sportcsapatban dolgoztam akkor. Egy-két rokonom, meg néhány sportcsarnoki dolgozón kívül szinte nem volt ott senki. 10 voltak összesen. Tehát nem tudom, miért volt az, hogy aki
megbíztak azzal, hogy a fogadást szervezze meg, tőlem nem csinál, ő sem volt ott. Ez nagyon rosszul esett, olyan kellemetlen volt. Hogyha mondjuk lehetőséget kapnál arra, hogy újra kezdjed, legalább valahonnan újra kezdjed, akkor van, amit másképpen csinálnál? Most például itt arra gondolok, hogy mondtad, hogy te egy nagyon kemény, karakán, határozott ember vagy, és nem állsz meg mondjuk egy tengerparton. Szóval most, hogyha lehetne még egyszer, megállnál néha a tengerparton? Nem, most se állnék meg. Most se állnék, az nem létezik, hogy most elindulok Párizsba, és azt mondom, hogy legalább 100 km meg kell tenni. És van egy nagyon szép rész. Van egy ilyen kiülős, nem tudom, éttermi rész. Milyen jól lehet leülni szépen, kényelmesen megevédelni. Hát nem tehetem meg, mert lehet defektem. Hát hogy néz ki az, hogy menni akarok 100 kilométert, és majd 70 kilométert befejezem? Most vagy válaszolsz, vagy nem. Lehet, hogy indiszkrét lesz a kérdés, de a családi életedre milyen hatással volt ez az őrületes elköteleződés a sport iránt? Hát én elváltam. Elég hamar volt egy rosszul sikerült házasságom. Nem mondom azt, hogy megbántam, mert van két gyermekem. Tehát nyilván nem mondhatom azt, hogy sajnálom, hogy egyáltalán elvettem az akkori feleségemet, de nem lett egy jó sikerült házasság. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mikor ezt egész utakat elterveztem, akkor az is bennem volt, hogy ez engem tart életben. Igen, megviselt a bíróság, megviseltek tényleg azt, hogy először a gyerekeimet nem nekem ítélték, egyiket se. És lényeg azt lehet mondani, lányom tudja is, hogy majdnem az öngyilkosságban menekültem, mert fiam nem jöhetett hozzám, mert az anyja eltiltott tőlem, akkor a lányomat is az anyjának ítélték. És mikor azt mondom, hogy ezt nem lehet bírni, az, hogy én fizessek tartásdíjat két gyerek után, de a lányom meg fiam is több gyerek velem voltak, akkor mi legyen is vége a lányom, egyszer úgy döntött 12 évesen, hogy aznap este nem megy vissza az anyjához. És soha többet nem ment vissza. Lényegében azt lehet mondani, hogy ez mentett meg, hogy ne rokkadjak bele ebbe a házassági kudarcba. Akkor most még mindig menekülsz, vagy most már ez átfordult? Hát ez az első időszakban nyilván nagyon nehéz volt. Most már nem, most már azt mondom, hogy amíg egészséges vagyok, addig mennem kell. De én belső kényszer. Hát most te is mit szólnál ahhoz, hogy én közölném azt, hogy egészségem rendben van, biciklizgetek, úszni járok, és nem akarok elmenni Párizsba. Hát itt van a szomszédban, a többihez képest. Hát szerintem, ha így nem mennék el, szerintem... Most, hogy mondod, teljesen jogos. Kikapnék mindenkitől, hogy ugyan már így elustult, már nem el elmenni még ugye a szomszédba se. De te nem szoktál beülni a Brügbe se például, tehát mindig rohansz. Nem. Egyrészt nem nagyon szeretem tartósan meleg vizet se, a másik az, hogy hát az lustálkodjak. Tehát kialakult egy napi programom, tényleg 9 órakor találkozunk ismerőséggel, barátokkal a panorámában. Az megmaradt még, ugye? Ez a reggeli kávézgatás igen, együtt. Igen. Oda megyünk le, mondjuk hétfőn szerdán nem tudok menni, mert óvodás oktatásom van. Utána lejövök úszni, utána elmegyek ebédért vagy ebédelni. Most én rájöttem arra, hogy nincs olyan nagy étvágyam. Nekem egy adag ebéd, hogyha elhozom mondjuk étel bárból, az nekem két napra elegendő. De most például azt is megcsináltam, oda sem megyek. Most csináltam rakott krumplit. 4 napig azt eszem délbe. Mert minek menjek oda? Aztán ebéd után kimegyek a MOL benzinkúthoz, elolvasok minden újságot, ami ott látható, akkor iszom egy kávét szintén, aztán elmegyek a Szarvasi úton, vagy a Csongrádi úton, a gáton, Csongrádig, valameddig. Egyelőre csak Kaján Újfalúig megyek legtöbbször, vagy addig se, de hát később sokkal többet akarok megtenni. Mikor kezded a felkészülést Párizsra? Pontosan január 6-án, a 80. születésnapomon. És akkor azért 50 kilométernél kevesebbet nem mehetek naponta. Akkor valószínűleg ezt a munkát, amiben most megbíztak, azt inkább már nem csinálom, mert rengeteg problémám lesz, egészségügyi felmérésekre megyek, akkor lehet, hogy a média meg fog keresni, akkor lehet, hogy menni kell Pestre valamiért, úgyhogy meg úszni is le akarok jönni azért, hogy ne legyen egy oldal a terhelésem. Úgyhogy... Mit kívánjunk neked ehhez? Nem csak a felkészüléshez, hanem az úthoz. Balesetmentes utat. Meg a migránsok ne támadjanak meg.
Attól én tartok. Párizsban megint, nem tudom, óriási tüntetések, tüzek vannak, gyújtogatnak a Párizsban, meg több városban is. Remélem, hogy én nem leszek egy célpont, akik meg van pakolva sok cuccal. Most a migránsokat félretéve, van olyan az életben, amitől félsz? És most nem csak a konkrét dolgokra értem, a megfogható dolgokat, hanem akár egy picit ilyen metaforikusan is. Félsz valamitől az életben? Én nem szeretnék úgy meghalni, hogy még lebénulok. De hát erre nincs garancia. Attól félek például, mondjuk, hogy egyedül élek. Most bocsánat, például odaadtam a fiaméknak is a kulcsot, nem teszem be a zárba a kulcsot, hogyha éppen nem találnak meg néhány napig, akkor ne kelljen betörni az ajtót, ha nekem valami bajom történik. Már csak az, hogy ne legyen károkozás a lakásba. Tehát én erre vágyom, lefekszem és nem kerek föl. Ez lenne a... Jó, hát ez még messze lesz. Utolsó kérdés. Mire vagy a legbüszkébb az életedben? Húha! Ez nehéz. Tehát ezekre az utakra nyilván büszkének kell lennem. Én azt hiszem, hogy bárhol dolgoztam, szerintem sok panasz nem volt az én munkámra. Arra is büszke lehetek. Az, hogy én a bizonyos közepes képességre tartottam magamat, először nem, csak amikor megkerültem TF-re, rájöttem arra, hogy igen, nekem sokkal többet kellett azért dolgozni, hogy elvégezzem, mert alapképességeim gyengék, nem vagyok gyors, nem vagyok magas. Úgyhogy én szerintem többet kínlottam a felvételi érdek, sikeres felvételi is, ami harmadszorra sikerült. Tehát a sportcsarnokban dolgozom, én segédmunkás a TF előtt. Reggel 6-kor bementem a csarnokba, edzettem 7:30-ig az edzőterembe. 4 órakor végeztem, vagy 4:30-kor. És este 8-kor mentem haza, addig edzettem kint a pályán és a tornateremben. Senki nem volt ott velem, senki nem kényszerített erre. De reggel találkoztam az olimpiai bajnok Barcó András öttusázóval. És csodálkoztam, hogy tudja azt megtenni, reggel mínusz 15 fokba kimegy és fut nem tudom hány 10 kilométert, vagy akár mennyit. Nincs edzője. És akkor rájöttem, hogy akkor én is megcsinálom azt. Nem voltak egyen fölkészítsen, mentem ki a pályára, mentem az edzőterembe, mentem a tornaterembe, és csináltam úgy, hogy senki nem kényszerített rá. Egy éven keresztül a sikeres felvétel nem mentem szórakozni soha, nem voltam moziba. Mert nem dolgoztam, akkor felkészültem. Hétvégén meg néha pihentem, de volt, mikor akkor is bementem a sarba, bemehettem, aztán edzettem továbbra is. Jó, de a kérdést megkerülted. Mire vagy a legbüszkébb? Pfú. Hát, ilyen sokáig nem lesz szünetet tartani, ugye? Na mindegy, akkor mondjam. Passzolhatsz is. Nem passzolok azért, mert csak nem akartam a két gyerek között jelentős különbséget tenni. De az, amikor a lányom 12 évesen eljött hozzám, azért, mert érezte azt, hogy az egész városi cirkuszban nekem igazam van, és mellém állt. Sokkal több mindenre emlékszik ő, mint én, hogy milyen rossz időszak volt együttélésünk. És ő kitartott mellettem. És végig kitartott mellettem. Én erre nagyon büszke, hogy ilyen csodálatos lányom van. Hála Istennek, most már azt is azért elmondom, hogy visszatért végül a normális kapcsolat a fiammal is. De minden héten együtt ebédelünk, segítettek a lakást berendezni, bútorokat megvásárolni, bekötte a tévémet, bekötte a mosógépemet, bármiben segítséget kérek, akkor jönnek és segítenek mindenbe. Úgyhogy azt mondok, gyerekeimre vagyok a legbüszkébb. Tehát akkor az emberi kapcsolatok győztek? Igen, így van.
Kedves nézőink, ezzel sportmagazinunk, valamint egyben adásunk végére is értünk. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk 17 órakor, akkor már a kulturális magazinunkat, a Palettát láthatják. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de fent vagyunk a Facebookon, valamint a YouTube-on is. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Szentes Televízióval a legközelebb is. Mindenkinek szép napot és szép estét kívánok, a viszontlátásra!